Az elmúlt évekhez képest pici változás, hogy most három úgymond egy felvonásost láthat majd a közönség. Annyira nem ismer, de Karinthy Ferenc saját maga bevallása szerint is ő minden műfajban magadondot alkotott. Nincs ez másként a színpadi írásaival sem, drámái, de főleg vígjátékai, bár nem annyira ismertek, hogy nem szórakoztatóak. Most az elkövetkezendőben bepillantást nyerhetünk néhány orvosi rendelő mindennapi életébe. Az első darab címe az, hogy az idegorvosnál. Megtudhatjuk belőle, hogy milyen problémákat jelenthet az, hogyha a nagy fájdalmunkban véletlenül nem a megfelelő szakorvost választjuk. Én, mint az egyetem bóhakonspektor, a doktorlán fogadom önt, bubó, bubó. Gracias.
álmodott ma éjszaka, hogy mit álmodtam, hogy jön ez? A pszichoanalitikus élekelemzés egy megfőbb eszköz az álom magyarázata. Az emberek álmaik a szimbolikus formában elárulják, hogy tudod, nem bántalmaikat. Na, mit álmodott? Ah, tudom már, azt álmodtam, hogy nagy helyesen voltam a sógoromnál. Na látja, nagyszerű, miért ő álmodott nagy kanisáról? Mert van egy olyan óta, hogy megy a gőz, és megy a gőz, a kanisára, megy papára. Előrül a mazohista, ki a gyémét, ki a gyémét igazítja. Várda, mazsiniszta! Elég! Ám már van mazohistán, gondol mazsiniszta helyet! Na, mit veszek, mi? Én hogy eltaláltam? Doktor, én azt érzem, hogy... Mondja meg pontosan, mit érez? Szúrást érzem. Aha, hol is lesz szúrás? Itt lent a combom, ízi a combom túlsó felé. Szúrást érez a combom túlsó oldalán. Várjunk, mindjárt rájön. Magán a filmekorában volt egy masinista ismerőse, aki egyszer meg akarta venni egy vékony hosszú pálcával. De maga ezt nem tudatlanul szerette volna. És azóta valahányszor ezt a szót hallott, hogy mazohista, hanem tudatlanul vágyik erre, és ennek következtében egy szórás ér az combfúsó periférjáján. Nagyon érdekes, de én azt hiszem, hogy megtetszik egy idős felállja. Az igen! Akkor is érek! Ez egy trom! Ebből csak tudják megszabadulni, ha egyszerűen belecsomít minden. Na, be! Persze, hogy belátom, én azt hiszem, ez is hozzájárul egy mint a szúráshoz. Mindig egyszerűen meg nem a doktor úré? De az egyszerűen látom. Hogyan került ez a gond? Bocsánatot kérek, véletlenül beleültem, nem akarattal. Véletlenül! Nem akarattal! Aha, maga azt csak úgy gondolja, hogy nem akaratja. Maga azt igenis akarattal ült rá a szemüvegemre. Én... Hát persze, most látom csak, hogy a szemüvegem rajtam van, hiszen maga nem mazohista. Hiszen maga egy közönséges szadista. Nyilván, hogy jönnek egészen. Igenis, gyilkos hajlamú lappanganak magában a mutat küszöbe alatt. Küszöb. Igen, maga azért ült rá a szemüvegem, hogy lehipolja. Hogy megölje, hogy szétölje, mert maga törni, zújni, harapni, kegyetlenkedni akar. Mert maga 6 éves korában látott egy vörös tarjú magas, és azóta ő tudatlanul vért akar hinni. Jézus már! Maga hintoló erőszakos szadikusát egy kényszer szadikus hatása alá helyezem, ami jótékonyan nem fogja győzni ezt a hajlamot. Jaj, Istenem! Állj meg! Gyere ide! Tedd elő a pénztárcát! Majd én megdobítanak. Adj ide 100 forintot! Egy kurálomnak. 400. Majd legyőzzük magában azt a vélemzőt is. Most ne! És mi lesz a fogalmam? Mi közön van nekem ahhoz? Nem vagyok egy fogorvos! A darab címe az, hogy Teknős béka. Ez egy teknős béka. Bizonyára önök is gondolkodtak már azon egy analógiával élve, hogy ugye a börtönben ugye a rabok azok a rabok, de a börtönőrök ugyanúgy rabok, mert nem szabadulhatnak ők se. Most van ilyen az orvosi rendelőben is, amikor ugye nem biztos, hogy meg lehet állapítani pontosan, hogy most ki a beteg, vagy ki az orvos. Mondta, hogy nem fog látogatni. Mi bennetek szolgálatára?
bátyám talán említette, hogy mostanában foglalkozom, és szeretnék egy kicsit körülnézni. Á, igen, meg szeretném nézni az elmegyógyintézetet. Nos, kérlek, nagyon szívesen körbevezetem. A parban már volt le? Nem, egyenesen idejöttem a szobájából. Nos, akkor így négy ezt kezdhetjük. Ez, ahol most vagyunk, tudnénik, a paranoiás osztály egy külön megfigyelője, ahol egy elkülönített esetet tanulmányozunk, már lehetek. Csendes demencia prefox. Ó, igen, tudom. Demencia multiforma. Nagyon jól ismerem a kórképet. Negyedik kötet, 9. oldal. Kényszerképzetek nadzási hóból üldözési mánia. Úgy van, mint látom, behatóan foglalkozik. Tetszik tudni, magánszorgalomból előre megtanultam az 5 kötet az elmebetegségről, holott csak jövő szemeszterre iratkozom be. De még nem látom eleven örültet, és borzasztó kíváncsi vagyok. Nos, itt majd látom eleve. Csak nem kell megérni. Először egy kicsit búcsálhat az idegekre. Jó, kérem, tessék csak rámízni. Olvastam én már, hogy nem kell bánni, beszélni. Mondom, olvastam az egész idevágó izgalmat. Rendben, akkor menjünk le az első emeletre? Vagy kezdjük itt? Itt van a beteg? Igen, itt. Nos, bemenjünk hozzá? Hogyne, de izé nem zavarjuk. Dehogy, mondom, hogy egyik a csendesebbik betegeinknek. Ma délután kissé nyugtalan volt, de már jól van. Nyugtalan? Nos, igen. Az ápolónak összette 3 fogát, a kárat a hátára vette és kimászott a tetőre. De már jól van. Tessék! Nos, igen, tudja, a kórisetet többen lejöttem. Tetőszékennek képzelte magát. Különben a bőesmélye az, hogy Nő Mózes, a világ megváltója, aki vizet tud magasztani, és visszatért emberek fejéből a rögeszmét, néha mint hangját, néha mint tetőszék van. Hogyne, értem, hogyne, csak azt nem látom egészen világosan, hogy nézhette ki annak a ízének a 3 fogát. Hogy nehezen legyen kitalálni. Mi? A tetőszéke. Ha? A dolog tudnélik úgy át, hogy ez a beteg... Tessék gyorsan gyűlni! A Sobotki lehetett a dárgos mutató ujját. Csíva teremtését, ezt elfelejtettem. A fejét akartál leharapni, és én már odáig vittem, hogy elég, ha ujját harapja le. Majd én után akartam erről is beszélni. Elkéstem, bocsássam, meg rohannom kell. Izé, talán elkísérhetném. Fölösleges, ez is elég dolog, 5 perc múlva így teszek. Doktornő, Csíva teremtését bezárta. Szent Isten! Doktornő, hát ez ki, de van zárva az ajtó. Még egyet hoztak erre az osztályra. Na köszönöm, nekem a Mózes is elég. Hé, mi az? De közsbéka, na most józáján azt szedd össze magad. Jó napot, semmi, csak az ajtót néztem, hát hogy van, jól érzi magát? Megvolnék, a doktornőre tetszik várni? Igen, mindjárt jön a kollégám, én tudnélik szintén orvos vagyok. Igen, hát akkor tessék leülni. Köszönöm, nem vagyok fáradt. Pedig addig nem lehet kimenni, míg a doktornő vissza nem jön. Itt minden adót bezárunk, ha valaki kimegy. Ilyen logikusan beszél, ha az ember nem tudná, vigyázni fogok, ha jön a rögeszme. Demencia prefox, 4. oldal, 5. bekezdés. Magába beszél, persze, új beteg. Na majd vigyázzunk, de még vissza nem jönnek érte. Hát hogy érzi magát itt? Remélem, nincs semmi kifogása az intézet ellen. Nekem ugyan nincs. A köz nem köz. Csak a fizetés láthatok. Fizetés? Aha. Nem tudja, hogy tévőjodában van. Rá kell hagyni. Mindjárt a rögeszme. Demencia prefox, 4. oldal. Bizonyára több illető meg. Jó pár koronával. Csak a munka, meg a beszélés. Korona, koronázás, nagyzási mánia. 50. oldal. Rá kell hagyni. Teknős béka. No, ugye egy akváriumban nem is lehetne másképp. Mi csodában? Hát akváriumban, ókori akváriumban, Mózes korabeli akváriumban, amiben vagyunk. Nem tudja, hol van. Hogy csapták be? Rá kell hagyni. Miért tetszik gondolni, hogy ez akvárium? Mert a teknős békák akváriumban jönnek, nem? Teknős békának képzeli magát. Jó, hogy tudom. Mindenképpen teknős békának a legjobb. Na ugye mondja, ugye jó teknős békának lenni. Engem is teknős békának gondolni. Rá kell hagyni. Egymás közt vagyunk legalább. Csak az kicsit fáradtságos mindig 4 lábon mászkálni azzal a nehéz teknővel a hátán az embernek. Az nem tesz semmit. Csak tessék önnek. Jól esik? Engem nem zavar. Hogy mi? Tessék négyézzább járni. Hogy én? Hát igen, a teknős béke az járni négyézzább. Hiszen maga a teknős béke, nem? Szent Isten kezdi. Rám akarja otrojálni, hogy én is az vagyok. Jobb lesz rá, hogy mi megkiszedi a fogamat. Mindenki
Semmi, egy rongy a teknőmből, a teknőmmel szoktam mosni. Aha, igen, és nagyon kellemes, így nagyon szeretek így mászkálni. Na, segítség, 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 meg akar mondani, segítség! Segítség! Na, áll Istenem! Itt az ápoló. Tűj, de melegem lesz. Jó erősen, tarts a ápolónő. Rohamadom. Rám betette magát. Minek hagyják az ilyen tegyeket? Segítség! Téves! Segítség! 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 Tűnj, micsoda kaland! Féltünk egy kicsit mi, ha én nem jövök, baj lett volna mi. Ó Isten, nagyon nem voltam megérve. Nem vagyok én laikus, tudtam, hogy kell bánni az örültekkel. Most hát csak egyedül voltam. Ezért mégis csak biztosabb érzés, hogy én itt vagyok. Hát ami azt illeti, őszintén szóval nyugodtabb vagyok. Tetszik tudni, most kerültem összeáll el az örültek, és az más, mint hogyha az ember könyvet tanulja. Bár megmondom, jól le volt hírva. Már is elsőségében hozzátok jobban. Demencia, prefox, pardon. Én tudni, Józan János vagyok, harmadéves orvostan hallgató. Nehéz esett mi? Említette a hadu a doktornő. Kiféle hadu a doktornő? Hát a kék volt, aki fogadott. Mi az? Azt akarom mondani, aki orvosnak képzeli magát. Szent István, nem az? Az, kedves barátom, egyik a legveszedelmesebb őrügyeinknek. Az a Máriája, hogy jár orvos. Jézus már és én milyen nyugodtan beszélgettem vele. Nem tesz semmit. Nem lehet az első pillanatban tudni. Gyakorlat kell hozzá. Rá kell jönni az alapmániájára. Én még egyébben ismerem, mint azt. Mert ez csak két napival hozzám beosztva. Tehát akkor miről lehet megkülönböztetni az épeszüt az őrültől? Mert ez bizonyos ítélő képességgel. Nagyon egyszerűen. Akkor, amit épeszű beszél és csinál. Például? Például? Hogyha én most valami értelmes dolgot mondok magának, vagy csinálok magával, akkor maga nem erőszakoskodik, hanem hagyja. De ez a szerencsétlen erre azokban nem mondtam. És engem, mint tudod magát is, az zuhanyal átesz. Látsz az öreg eszméje. És hogy jön rá a mánia? Ha én nem legyek vele, amit ő gondol, az első értelmes dolognál, amit véletlenül kimondtam neki, kitör rajta az őrület. A rögeszme, hogy engem tízbe folytat. Mert ugye, ha értelmes embernek, például magának, azt mondom, hogy kiszedem a szemeit, belegyúlok a nyilásra rá az anyába, és kiszedem a bogarakat a fejéből, akkor maga nem erőszakoskodik, ha nem hagyja. De ez a szerencsétlen tévő. Erre azonban rakom van. És engem, mint ahogy magát is, az unanyal átvesz. Nem értem, ezúttal önnek ki akarta szedni a szemeit? De ott természetesen az én akartam neki kiszedni a két szemét. Ahogy egy szóval én köszönöm megveszem. Erről nekem jött. Ezúttal nem értem. Kiről tetszik beszélni? Kiről? Hát erről az örülőkről. Teknős békáról? Miféle teknős békáról? Hát erről, aki teknős békának képzeli magát. Azt mondta magának, hogy egy teknős béka? Azt. Mondtam, hogy teljesen örül. Miért? Ő nem teknős béka, nem ismer. Miért? Mert én vagyok az, de ne szóljon senkinek, csak kénytelenségből járok emberi formában, hogy belenyúlsak az agyába, és tisztetesen a magasztra. Kinek a fejéből? Hát a magáimból. Megengedik? Rögtön. Segítség, kapcsol, de segítség, segítség! Mi a harmadik körülbelül, aki elmormasnak képzeli magát! De van, mert mit csináltam? Én lassan kövél el, azt mondja, hogy én megtudom a másikat! Segítség, elászanál! Én teknős békörök, én orvos vagyok, örültek! Segítség, örültek, elmormasnak képzeli magát! Ki az a rendés? Én nem azt hittem, kolléga pedig a nagy bekészült, hogy bajban veled, hogy bejönnek! Ne, Gert, azt fogjátok le, az a mániája, hogy elmorvos, hogy meg tudja gyógyítani az őrülteket, hogy ki tudja szedni a fejükből a rögeszmét. Nevetséges, holott az csak én tudom, mert én vagyok az Isten. Nem igaz, én vagyok az Isten. Nem igaz, én! Marhám, én vagyok, ki lenne más? Gyerekek, feledjük gyorsan vissza a cellába. Jön az igazgató úr!
következzen a harmadik felvonás, amelyben megtudhatjuk, hogy Krapicskánéban milyen biológiai folyamatok játszódnak le, amikor szegelmes. A darab címe Konzilium Dr. Fuchsról. Voltam, és állom, hogy voltam. Nem beszélek felelőtlenül. Okmányokkal tudom
tudom bizonyítani, hogy a külügyminiszter... A külügyminiszter személyét nem érte osztasség belekeverni ilyen... De igen, úgy van. Miért titok, hogy a külügyminiszter van befolyásolja az államföld? Szép kis külügyminiszter mondhatom. Úgy van, én típus. Inkább a hivatalával törődne. Hólyag maga, tudja? Én csak egy hólyag vagyok, te mag 100, de mondja államfőn. Elnök úr! A Istenért, uraim, vigyázzunk! A miniszter tanácsban felít fejét a forradalmi hang. Mit várunk az ország? Az ország várja, mi törünk ezt a forradalmat? Igenis, a haza mindenek előtt. A haza pontosan, mint a fejedelem. És ha a fejedelem roma akarja dönteni a haza ezzel a fúgzal, akkor én mondom, inkább a fejedelem veszem, mint a haza. Éljen a köztársaság! Éljen Krepecskárné, szeretett hazám! Szeretett hazánk elkergetve, adj belőtt a limótmező! Inkább a limótmező! Egészséges, beigazatik véletek, mint így, mikor a fejedelem valami fúsz doktorral tárgyal, hogy tönkretegye országunkat, tönkretegye bennünket! Uraim, egy pillanatra, gusztul várjam a telefonnál, titkos összekötet és létesít a kabinet irodába. Módonban áll, kihallgatni önmagaság. Éppen fúszal. Magának. Kovács doktor úr diagnózisát nem osztom. A röntgenre lett homályos, erre nem lehet építeni. Nem az epével van itt baj. Na mit mondtam? Jaj, már megint belenyilalt. Persze, hogy belenyilalt, de nem az epe bolyakba. A legutóbbi vizsgálat nyilvánvalóan tette számomra a dolgot. Ne jegyjen meg, a vesélye van megtámadva. Micsoda? Most velem kezdtél? Csak, hallgassuk csak! Mégpedig nem a futóknál fogva. Önnek komoly törökgyulladása volt, ami a gyenge tüdő... Na mi azt illeti? Kványom, csak most Réberre is rájárul. És a meglehetősen nem csak már nyújt. Nagyon nehezen tudott főszínű a szervezet, pedig én már akkor digitális ajánlottam a meglehetősen gyatró színműködésért. Nem lehet tovább! Fú, digitális! Kell! Hallandóan itt cselekedni kell! Az államfő! Inkább a forradalom! Uraim, nyilvánvaló, hogy valaminek történnie kell. Hol van ilyenkor a külügyminiszter? Hol tartózkodik? A nyúltak belőle intrikál ellenünk. Egyik hornot küldi a másik után titkos üzenetekkel. Sokra megy vele, amíg Krepecskáját nem volt ilyen nagy legény. Uraim, mint ahogy az a Fuchs államfőnek a mi fejedelmünkkel való titkos tárgyalás során kiderült, az egész szövetkezés ellenünk megy ki. Csak hogy végre belátja. Micsoda? Elnökünket digitálisszal akarja kiírtani? Mit tegyünk? Ultimátum, hadüzenet! Úgy van, veszem, Fuchs! Meg kell mutatni, hogy mindenképpen meg tudjuk fejleni magukat. Ha kell, támadásra is. Hadképtelenné kell tenni, mielőtt mindjártjukat elpusztít. Uraim, lehet, hogy igazuk van, de hogy képzelik ezt a szent háború belső összetartás nélkül? Csak a fejedelem önmagassága zászlóra lehet kilátásunk a győzelemre. De mit van éppen ő? Van, akinek vállalnia kell a közvetítést. Úgy van, él az imperializmus. A belém ma úgyis eléggé szűkek. Mire gondolsz? Mire gondolni? Tudod kell ébreszteni azt a régi álmot, a pánkrepecskálni ábrándot, amit úgy lehetne elérni a Fuchsot. Megkapnám szöröstől, vöröstől. Kérem, ezek tisztésnek kifejezések. Legfeljebb a kebelezésről lehetne szó. Anettálni, Krepecskálnéhoz szeretett hazánkhoz. Esetleg personál unió formájában. Történelmi precedens van rá. Itt nem a név a fontos. A győzedelmes hadjárat után keletkező új országot esetleg elnevezhetnénk Fuchsról. Milyen szépen hangzana. Fuchs név. Az egész Fuchsot úgy, ahogy van. Úgy van, éljen a nagy háború! Veszem Fuchs! Uraim, ahhoz előbb le kéne győznünk az ellenséges országot. Úgy van, meg kell hódítani! Éljen szív, ami hadvezérünk! Elnökünk lépjen azonnal érintkezésbe az államfővel, és próbálja meggyőzni, hogy a hódító hadjárat e pillanatban mennyivel előnyösebb, mint azok a kis érdekek és bajok, amikről Fuchsszal tárgyal. Azonnal intézkedem. Haló, avart a tábortárnak. Azonnal mozgósítani 2 milliárd fölös vérsejtet mondjuk a csukafehéretől. 500 000-et beöltöztetni. Haló, mekkora a létszám? Azonnal érintkezésbe lépni a csontvelővel. Múltkor megszavazott tartalékot behívni a káderekhez. Haló, balpicsbar szűkíteni, vénát leszorítani. Teljes köz, mehet. Köszönöm. Uraim, az államfőt akarom fejlődni. Jaj, a szívem! Várj,
várjon, mindjárt meghallgatjuk. Fejedelem, jó hallgatásra jelentkezem. Csak azt szeretném mondani, hogy ez a fúsz egészen csinos fiú, ahogy így a mellére hagyja a fejét. És azt mondja, hogy jövőre kinevez magántanár. Érdekes. Most, amit felvetje, valahogy nem fáj. Érdekes. Na persze, már azt tudod, hogy jó kezekben van. De tényleg, fincsi, nem hallom azt a nagyobb zöreit, így erősebb pulzusnál. Lehet, hogy mégse a szíved volt baj. Vagy lehet, hogy csak azzal? Hát igen. Most, hogy meggondolom, önnek az idege jelen van baja. A helyben vagyunk! Uraim, csönd! A szikratábíró be van kapcsolva. Lehet hallani és látni az ellenséges ország belső ügyeit. Halljátok, ez Fuchs tüdeje. Elég szaggatott, jelző, hogy az van. Jó, hogy tömegülök és ez meg Fuchs szíve. Aha, nem valami híres, a második hang tompa, az isztól érde van. Nem lesz velem. A veséje meg van támadva. Csak a veséjét. Digitalist kell rendelni. Psz, az ellenséges külügyminiszter hangja. Ojjé! Igen, az idegeim, hát az bizony tudja, az ember itt egyedül, mindig egyedül van. Persze, persze, nem jó, hogy egyedül lenni, magamról tudom. Uraim, azt hiszem, az első ütközetet megnyertük! Na, most aztán minden az én nyakamba szakad. 112. Halló, halló, kérem Hasnyálmiri Gyurat, gondoskodjék a megfelelő kiegészítésekről. Esetleg külön szekréciót. Valószínűleg speciálisan ő lesz lazac, meg rák, meg epélyre. De nézzük se kis végszepét, úgy 10 után, Pezsőre számítanak. Doktor Fuchs és Stefáns Kálék együtt fognak vacsorázni. Gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk a gyermekeinkre, fogadjátok szeretettel és gratulálunk, és jövőre pedig folytatjuk és reméljük, hogy minél nagy sikert. Köszönöm, hogy ennyire eljöttek. A szavak cserbe hagynak, semmi sem tudnánk kifejezni érzéseim mélységét ezzel kapcsolatban, amit itt láttunk. A tavaly éppen Oscar diakorantunk, úgy gondolom, minden évben nem lehet Oszkári jól átlani. Mivel orvosok szerepelnek itt, én egy borítékot hoztam magammal. És ebben a borítékban nem pénz van, ebben kultúra van. Eddig az Andi minden évben csodálatos műsorral vendégül lát bennünk. Most mi szeretnénk vendégül látni. Ez egy két személyre szóló belépő, a Petőfi Színházban 10. előadásra. Kérem, érezzétek magatokat.